Hello, itt Fekete Róbert a Programozás Karriertől, ahol segítünk neked a gyors karrierváltásban és a programozói képességeid fejlesztésében. A CSS a HTML mellett a webfejlesztés egyik alappillére és az összes további ismeret előfeltétele is egyben. Ezért ha a webfejlesztéssel szeretnél foglalkozni a jövőben, akkor mindenképpen ezzel kell kezdened. A HTML és CSS megkerülhetetlen és kétségkívül elemi fontosságú ismeret tulajdonképpen a webfejlesztői karriered előszobája. Úgyhogy ha szeretnéd gyorsan áttekinteni a CSS alapjait, akkor most tarts velem! Jó, akkor most azt fogjuk csinálni, hogy megfogjuk ezt az egész bádét, Yeah. a body az, amiben a tartalom kerül megjelenítésre tulajdonképpen az oldalunkon, tehát minden a van, ugye meg is mutatom, tehát ugye erről van szó, van a head is, van a body, és amit a bádiban írtam, az fog megjelenítődni, tehát most megfogom ezt az egész body-t, és adunk ennek is egy stílust. Most az a tervem, hogy ezen keresztül mutatom be a háttereknek az alkalmazását. Első körben csak adok neki valamilyen alapszín, tehát background color, és ez legyen mondjuk valami, hát most azt mondja, hogy dark gray, hát ez most jó lesz nekünk, jó? Rárakhatunk erre most egy képet, és utána meg tudjuk vizsgálni a többi bekezdés elemmel, amiket az előbb itt variáltunk, hogy milyen áttetszési lehetőségek vannak, tehát a színre, meg van még egy ilyen Opacity nevű beállításunk is, amit tudunk használni. De most ahhoz először ugye be kell raknom ide a háttérbe valami képet, és ezt fogjuk most megtenni. Ezért most gyorsan keresek egy, kép, egy, ingyenes képet, amit tudunk használni. Jó, és akkor azt fogjuk itt használni, hogy background, és nem color, hanem background image, így van és akkor itt kell nekünk egy URL függvény, ez egy ugyanolyan függvény, mint amit az előbb használtunk az RGB, vagy az RGBA például, tehát URL, jó, tehát most szeretnénk ezt a bg.jpg fájt meghivatkozni innen a styles.css-ből, na most ahhoz először is vissza kell lépnünk egyet-két ponttal, tehát nyomunk egy pert, most kiválasztjuk a, az images mappát, és azon belül pedig a bg-t, tehát a két ponttal visszaléptünk egyet, onnan ugye bejöttünk ide az Images mappába, és majd kijelöltük a bg.jpg-t. Jó, és akkor most szépen beillesztette nekünk ide a háttérbe ezt a gyönyörű nagy képet, és most azt szeretnénk, hogy mégis lássunk ebből a képből valamit, és nézzük meg, hogy milyen beállítási lehetőségeket lehet itt elkövetni ennek érdekében. Most visszajövök ide, hogy jobban lehessen látni. Most addig én ezt a, az Explorer-t lecsukom, hogy jobban lehessen látni a szövegeket, amiket gépelek, úgyhogy akkor nézzük, milyen lehetőségek vannak itt a háttérképnek az állítására. De még mielőtt ezen a háttérképen változtatunk előtte, akkor megmutatom, hogy ezeknél a bekezdéseknél hogyan tudjuk az áttetszőséget változtatni. Jó, és most azt szeretném, hogy ezek a bekezdések, az összes bekezdés 75%-osan áttetszőek legyenek, tehát átlátszom mögöttük a háttér, amit az előbb beillesztettem ez itt az opacity fogjuk használni, és azon belül pedig beírjuk, hogy 0,75 például. És százalékban is meg lehetne adni, én most így adtam meg, és akkor láthatod, hogy itt a háttér megjelenik mögötte. Na most akkor nézzük meg ezt a háttért, hogyan tudjuk, hátteret hogyan tudjuk befolyásolni. Jó, tehát az első pont az az lesz, hogy background size, és akkor itt most a jelenlegi alapértelmezett autóról át tudjuk állítani contain vagy cover üzemmódra, nézzük meg a különbséget a contain mit csinál, és most beszúrom ide a másikat is, az pedig a cover lesz. És nézzük meg, hogy hogyan változik. Most ezt uh, egyelőre így kikommentezem, és akkor nézzük meg. Tehát a contain az azt jelenti, hogy ezt a háttérképet, ezt úgy méretezi, hogy mindenképpen az egész kép benne legyen, abban a nézetben, amit éppen itt szemlélünk. Most azzal ne foglalkozz, hogy itt még ismétlései is vannak a képnek, ezt mindjárt kibe tudjuk kapcsolni, tehát ezzel nem kell foglalkozni. A lényeg az, hogy úgy mértezzük ezt a képet, hogy benne legyen az egész kép. Ez szemben a másik megoldás, ez a cover, tehát ebben az esetben pedig ez az egy kép, ez úgy ki lesz nyújtva, hogy ráfeszüljön az egész weboldalunkra. Tehát itt ebben az esetben az a fontos, hogy az egész nézetünk ki legyen töltve a képpel, és nem az, hogy a képnek minden egyes eleme látszódjon egyszerre. Tehát ez a kettő között a különbség. Azt láthatod, hogy itt ismétlődik a kép egymás alatt akárhányszor. Ha ezt szeretnénk megszüntetni, akkor ezt megtehetjük, hogy background background, és itt pedig kiválasztjuk azt, hogy repeat. Jó. Jó, és akkor itt olyan lehetőségek között lehet választani, hogy csak az X tengely mentén, vagy csak az Y tengely mentén legyen ismétlés, ugye a repeat az egy alapértelmezett, és akkor azt is lehet neki mondani, hogy no repeat, ugye? Tehát ez fogja azt eredményezni, hogy nem történik itt másolás, és a képünk, a háttérképünk csak egy példányban van benne. Azt is megtehetjük, hogy pontos veszőt nem át kitenni hogy a background-position-nél, background-position csak nem x, nem így simán, ott egyszerűen azt mondjuk neki, hogy legyen például bottom ez a kép, és akkor ezt a képet berakta ide az oldal aljára nekünk. Tehát ezt tudjuk befolyásolni, hogy melyik részén jelenjen meg az oldalunknak. Most, hogyha ez a content ki van kapcsolva, tehát ugye nincsen rákényszerítve a képre, hogy akkora legyen, amekkora a nézetünk, akkor még azt is meg lehet neki mondani, hogy például right vagy left. Például right. És akkor még a jobb oldal lenne a kép, csak ehhez ezt a content el kéne felejtenünk, és valami méretet megadni, ezt majd később meg fogjuk nézni. Tehát itt a képnek a pozícióját is be lehet állítani, az a lényeg erre a -a nem lesz szükség, hiszen a kontént állítottuk be, úgyhogy ez így önmagában jó lesz. És például beállítjuk neki akkor, hogy top. Tehát ez az alapértelmezett, úgyhogy erre sem, erre sem lesz szükség. most megmutattam, hogy van egy ilyen. És ugye láthatod, hogy ha görgetem, akkor a kép az ott marad, ahol van. Tehát tudunk egy olyat csinálni, hogy background attachment. És itt az attachmentben ugye meg tudjuk határozni azt, hogy ez legyen lefixálva ez a kép, vagy scrollozható legyen, mint amilyen. Ugye most jelenleg. Tehát ez egy default érték, ez pedig egy új beállítás lesz, tehát ha most elkezdem görgetni, akkor ott marad a kép, ahol van. Jó, ez a background. Rendben. És akkor ezt itt kicsit lemódosítom, hogy jobban lehessen látni, hogy mi történik itt a háttérben. Jó, és ha most azt szeretnénk, hogy ezt a nézetet betöltse ez az egy darab kép, akkor viszont a, a content le kéne cserélnünk erre a coverre. Jó, és ilyenkor a képünknek a jobb oldal ki fog lógni a nézetből, de a magasságát illetően, tehát a nézetünk magasságát illetően viszont teljesen fedni fogja a hátteret. Jó, tehát hiába görgetek, ugye most a fixed attachment beállításnak köszönhetően ugyanott marad, és a kevernek köszönhetően pedig az egész képet betelíti ez a háttér. Jó, akkor most én folytatólagosan fogom módosítani ennek a PLM-nek a szabályait. Tehát például a szóidot át tudjuk írni arra, hogy dashed, mondjuk legyen ilyen szaggatott vonalak, és hát ez itt ne 20 pixel legyen, csak mondjuk legyen 5 pixeles, dark green. Hát az mondjuk most maradhat úgyis mindjárt az egészet, kis dárt fogjuk dizájnolni, ne ilyen ronda legyen szegény. Jó, és akkor még azt is megpróbálhatnánk itt, hogy border style, hogy nem egy beállításként adjuk meg, hogy az összes keretem ilyen azonos típushoz tartozzon, hanem mind a négyet akár külön meg tudjuk adni, vagy kettesével is meg tudjuk adni, alsó, felső és jobb oldali, bal oldali. Tehát például azt tudjuk neki mondani, hogy solid, és mellé ide rakom, hogy test. És akkor nézzük meg, hogy, hogy értelmezi ezt a böngészünk. Ugye az első az lesz az alsó-felső, és a második pedig a jobb oldali, baloldali. Aztán, hogyha mind a négyet külön szeretném megadni, akkor az óramutató járásával megegyező irányban a felsővel kezdődően tudom megadni ezeket. Tehát például azt mondjuk neki, hogy legyen szolid, dest, utána legyen mondjuk még egy dest, és utána a végén egy szolid. Tehát a felsővel indultunk, az lesz szolid folytonos, a jobb oldali az ugye ez a szaggatott, aztán következő megint egy szaggatott, és végül az utolsó a bal oldali, az pedig egy szolid lesz. Tehát ezeket így is meg lehet adni. Aztán tudunk egy ilyet csinálni, például, hogy border radius, ahol hasonlóan uh, sorrendben is megadhatom akár, hogy a sarkok milyen lekerékítéssel bírjanak, én mondjuk azt mondanám neki most, hogy 20 pixel, csak így egyöntetűen. Aztán mondhatjuk neki, hogy például legyen 5 pixel, így csak kettőt adtam meg, és ilyenkor ugye a bal felső sarok és a jobb alsó sarok tartozik egybe, tehát az lesz az első, amit megadtunk, aztán a jobb felső és bal alsó sarok lesz a következő. Ha pedig mondjuk megadom az összeset, tehát például azt mondom, hogy a következő legyen 5, aztán meg megint egy, egy 20 pixel, akkor ugye szintén a bal, bal, felső lesz az első, az a 20, aztán jobb felső 5-ös, jobb alsó 5 és bal alsó az pedig 20-as. Tehát itt a bal felső sarokba kezdődik, és itt is óramutató járással megengyező irányba tudom megadni itt a lekerikítéseit ezeknek a kereteknek. Ezt a sorozat megadást, mint amit itt a border Stein-nál, meg a Bordel Radiusnál csináltunk, ez természetesen a színnel is meg lehet. Tehát különböző színűre lehet befesteni a, mind a négy oldalát, mind a négy keretét ennek az elemnek. De hogyha én külön szeretném például a bal oldalt megadni, csak tehát arra is van lehetőség például, csak tényleg egy példaképpen mutatom, hogy border, border, igen, és szeretném például mondjuk mindegyiknek a, az alsó, tehát a button, vonala, az például legyen hidden. Jó, itt megadhatnék szint is, meg vastagságot, meg bármit, de itt most én eltüntettem. Vagy azt mondom neki, hogy például legyen dotted, tehát pontozott. És akkor ugye ez át változik rögtön ilyen pontozottra, de akkor ott ő elvárja, hogy azt is megmondjam, mint a ugye, megadásoknál, hogy ez innentől kezdve például legyen egy 50 pixeles, mondjuk az 50 az volt, tehát mondjuk legyen, legyen 10 pixel, igen, és mondjuk legyen pink. Jó, tehát mondjuk a dark pink el lehet, hogy jobban jártunk volna. Jó, most itt próbálok így improvizálni, de nem mindig sikerül. Nincs ilyen, hogy dark pink nagyszerű, akkor dark magenta van például. Ez jó lesz. Jó, tehát akkor most néhány dolgot megmutattam ezekről a Border vagy keretbeállításokról, úgyhogy most már bármit meg tudsz valósítani, bármilyen konstellációt elő tudsz itt idézni a nézetünkben. Ha tetszett a videó, és szeretnél még ilyeneket látni a csatornánkon, akkor feltétlenül nyomj egy lájkot. Ebből fogjuk tudni ugyanis, hogy milyen jellegű tartalmakat készítsünk a továbbiakban. Ha programozói karrierváltáson gondolkodsz, akkor pedig feltétlenül látogass el a weboldalunkra is.